Sziasztok, sziasztok, Remélem Gábor László, és a Samsungnál vagyunk, a Galaxy Book 12 van itt a kezemben, 12 incses táblagép, de ahogy látjátok, inkább notebooknak néz ki, mert hogy ezt a billentyűzetet csak rácsapoltuk, mint hogy a Microsoft készülékekből ismerjük, hogy lerakjuk az asztalra, és akkor szépen megemelem, és már le is jött. Igazából eléggé erős mágnes tartja az egészet, azt látjátok, kicsit közel megyek, és hogyha felemelem az egész táblagépet így billentyűzetestől, hogyha rázom nem esik le, és persze szép kis stabil állapotban lehet itt felállítani, hogyha hátulját itt visszahajtom, felállítok, mágnes egy bizonyos pozíció megtartja, úgyhogy szépen lehessen dolgozni, mint ahogy notebookon, hozzá vagyunk szokva. Itt például éppen egy rajzoló applikáció van nekem itt rajta, ahogy kitudom állítani, hogy mit szeretnék rajzolni, ide jártam azt, hogy tech. Nem jelzékelő amúgy ennél az applikáció, mert milyen erősen nyomom, de itt is egy elemmentes tollam van benne, ami mégis érzékel, hogyha közel megyek a képernyőhöz, mert hogy mágnes érzékelő, amikor közel megyek, hogy igazából itt valami eszköz akar működni a képernyővel. Windows 10 van rajta, ahogy látjátok, eléggé erős hardware, még hogy az Intel i-processzor i5-ös sorozatból most éppen olyan processzor van benne, ami azt jelenti, hogy vékony a készlék, és van a hangszórók is, de ha a tetét megnézzük, itt aktívan a meleg levegőt fújja ki, hogy persze tudja magát hűteni a készlék. Van egy kis bekapcsgombunk, és egy hangerőszabályozónk, mikrofonjaink, áskulat még egy hangszóró, microSD kártyolvasó, alul csak a billentyűzetet csatlakoztatjuk persze rá, de a másik oldalt nem csak egy USB-C, hanem még egy USB-C, tehát tudjuk az egyikkel tölteni a készüléket, miközben a másikkal rárakok egy dongle-t, vagyis ilyen adaptert, hogy különböző dolgokat már rá lehessen csatlakoztatni, de egy felható csatlakozó nem maradhatott ki a készülékről. Ha hátját megnézzük, kicsit kiáll a kamera, és nincs extra lámpája sajnos, de a 10 incses készülékhez képest ebben legalább van hátul egy kamera, annál csak elő volt. Itt megnézhetjük, hogy persze ennek elő is van, és el is indítottam röviden a kamerát, hogyha rá megyek itt a Windows 10-ben alul erre a kis része, és beírom azt, hogy kamera. Akkor látjuk majd az első kamera nagyon jó minőségű, Skype-ra, meg más dolgokra szépen lehet majd felhasználni. És itt oldalt, hogyha megfordítom, akkor a hátsó kamerával itt a kicsit sok táblagépet, amik itt forognak, meg ki vannak állítva, le lehetne fotózni, videózni, és persze Skype-ban vagy más applikációban is bemutatni. A toll meg a billentyűzet benne lesz a csomagban a Samsung Galaxy Book 12-es táblagépnél, meg a tok is, és ahogy látjátok, ide még egy NFC logós rá van rajzolva, ami azt jelenti, hogy majd, hogyha egy mobilt ide tartunk, és rácsatlakozunk a készlékre, és megnyomom a Samsung Flow applikációt, akkor mindegyik értesítés, amit a mobilon látnánk, a készlékre is át lesz igazából szinkronizálva, és látjuk, hogy mi történik a mobilunkon, hogyha nincs éppen mellettünk, és nem ezen akarunk válaszolni, hanem szépen a notebookon is tudjuk persze használni. Árat, meg hogy mikor jönnek meg, pontosan nem tudom nektek egyelőre megmondani, de egy fehér billentyűzettel vagy fekete billentyűzettel, amit itt a háttérben látok, is meg fog jelenni, akkor persze fekete tollal, de a táblagép mindig ugyanolyan színű. Tehát köszönöm, hogy velem Gábor László, és ez volt itt a Samsung Galaxy Book 12-es táblagép, itt a MVC 2012 kiállításon, legközelebb, és sziasztok!